Még 2001-ben rendezték meg az első Zemplén rallit. A verseny most egy több éves kényszerpihenő után visszatér a térségbe, november 9-e és 11-e között első nyíregyházi rally néven. A szezonzáró verseny központja Nyíregyháza lesz, itt lesz kialakítva a versenypark, valamint a városi speciálgyorsasági szakasz, míg a többi szakaszt a Zemplénben és a Tokaji borvidéken jelölték ki. Különlegesség az első Nyíregyháza rallinak mindenképpen az, hogy hosszabb lesz, mint egy megszokott magyar verseny. Másfélszeres szorzójú lesz, tehát 220 km körüli gyorsági kilométer lesz. Hát nyilván az is különlegesség, hogy lesz Nyíregyháza városán belül egy gyorsági szakasz, ami még nem volt, és a házigazdája a versenynek, és a város lesz, itt lesz a rajt és a cél, ez is egy újdonság. Jövőre akár már a zempléni Tokaji hegységben kialakított, klasszikus pályákon is hasonlóan száguldhatnak a rally autók. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Olágy Árfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be Budapesten, hogy a hazai sportági szövetség a Rally EB utolsó fordulójának megrendezésére nyújt be pályázatot a Nemzetközi Autósport Szövetséghez. Ennek elnyerésében játszik most nagy szerepet a nyíregyházi verseny. A verseny pályázik az FIA-nál az Európa bajnoki részvételre, hogy 2019-ben már szeretnénk, hogyha itt egy ERC futam lenne, ami azt jelenti, hogy az idei verseny az hivatalosan egy kandidáló verseny, tehát meg kell felelnünk a Nemzetközi Szövetség előírásainak. A pályázat a 2019 és 2023 közötti éveket fedi le, a zempléni futamokat pedig nyíregyházi központtal tervezik. De nem csak Rally EB futamot rendeznének itt, hanem más nemzetközi sportági versenyeket is. Éppen ezért egy pénteki kormányhatározat döntött arról, hogy a kormány támogatja Nyíregyházán egy 21. századi sportcentrum építését. A projekt fő célkitűzése, hogy Mogyoród mellett legyen egy másik multifunkcionális autó- és motorsportaréna, mely a legmodernebb körülményeket teremti meg a sportágnak. A Szabolcsi megye székhelyre tervezett komplexum a Forma 1-es futamon kívül minden más futam lebonyolítására alkalmas lesz. Ezek még ötletszinten vannak. Én azt gondolom, hogy a február 28-áig elkészítendő megvalósíthatósági tanulmányban már jobban át lesz gondolva, és ki lesz bontva, de kell is, hiszen a kormány elé kell vinni ezt az ügyet, annak érdekében, hogy megszületessen a kormány döntés magának a beruházásnak a megindításáról, ami először természetesen a terület megszerzéséről szól, és a tervek azonnali elindításáról, ami én azt gondolom, hogy akár jövő végéig el is készülhet, úgy, hogy már 2020-ban maga kivitelezés is megindulhasson. Az új aréna építése nem csak a hazai autó- és motorsportnak adhat új lendületet, hanem az északkeleti régió felzárkózását is szolgálhatja. Ez egy nagyon komoly kiemelt állami beruházás lenne, ami azt jelenti, hogy ez a beruházás rengeteg új munkahelyet vonz, a turisztikában egy teljesen új területet itt Nyíregyházán, hiszen ez egy új célközönség, ami persze érinti a szállásadókat, vendéglátókat, szolgáltatókat, tehát eléggé széles körben bír hatással, és hát itt Nyíregyháza felkerülne egy újabb térképre, hiszen itt nemzetközi versenyek, Európa-bajnoki, világbajnoki futamok rendezésére alkalmas automotorsport aréna megépítéséről van szó. A sportaréna elsősorban a rallycross, az autocross és az utánpótlás nevelés szempontjából kiemelt jelentőségű gokart szakágnak jelenthet majd valódi otthont, de tervben van egy vezetéstechnikai központ, egy 50 szobás szálloda, valamint egy konferencia központ megépítése is.